ritkán adatik meg az Magyarországon, hogy egy ekkora sporteseménynek lehetünk részesei, és én mindenképpen kiszerettem volna venni a részem ebből. Maga ez a másfél hónap volt számomra egy tökéletes és hihetetlen pillanat. Rengeteg különböző emberrel találkoztunk, különböző országokból, és mindenki nagyon kedves volt. Rengeteg mindenbe betekintést nyerhettem. Hihetetlen hangulata volt az egész eseménynek, és csak reményt tudom, hogy egyszer mindenki részese lehet ennek. Nagyon-nagyon jó csapatba kerültem, és nagyon sok új ismerőst szereztem. Észvoluntérként nekem elég sok területbe így betekintésem volt szerencsére, és nagyon sok mindent kipróbálhattam. Óriási élmény volt itt 60 ezer ember elé bevonulni a pályára a gyerekekkel. Tényleg elképesztő volt. Nagyon jó érzés volt ennyi ember előtt szerepelni. Óriási hangulat volt, és szinte felrobbant a stadion, úgyhogy ez egy örökre szóló élmény lett. Az egész közeg, meg a csapattársaim nagyon jó fejek voltak. Olyan csapatot sikerült összehozni a szervezőknek, akikkel tényleg egy hullám hosszon voltunk, mindvégig megértettük egymást. Jókedvű emberekkel dolgozhattam együtt. A felső vezetők szerintem nagyon-nagyon rendesen viszonyultak hozzánk, barátként kezeltek minket. Nagyon jól éreztem magam, az egész egy hatalmas élmény volt az elejétől a végéig. Nem fogom megbánni, az biztos. Aranyos pillanat volt, mikor láttam a francia szurkolókat kijönni a stadionból, és felemeltek egy magyar mezben lévő kisfiút, és együtt ordították vele, hogy ria-ria Hungária. Az egész feeling nagyon jó volt, a teltházas meccsek, tényleg átélni az egészet. Nagyon élveztem, hogy részese lehetek a szponzorok kiszolgálásában, és abban, hogy az EB ilyen sikeressé válhatott. Óriási élmény volt, hogy amikor a pályán voltunk, akkor a szurkolók akkora eufória élményt váltottak ki belőlem, hogy ez szerintem tényleg egész életemben meg fog maradni. A legjobb élmény mindenképpen Fiola Attila gólja, amikor belőtte, az egész stadion együtt élt és felrobbant. Én voltam ott felügyeleten, és ahogyan Fiola pont odafutott és rácsapott az asztal, az volt a legjobb élmény. Amikor belőtte a gólt, az egész stadion felrobbant, és nagyon hidegrázós élmény volt. Rengeteg olyan válasz, meg olyan megkeresés érkezett az EB alatt, hogy házasodjunk össze, rengeteg izzadt, sörös ölelést kaptunk, és szerintem ez egy felejthetetlen élmény volt. Nekem az egész Európa-bajnokság tökéletes volt. Az elejétől a végéig, önkéntes programtól egészen a minden négy csoportmérkőzésig fantasztikus volt. Szerintem ez egy fantasztikus dolog önkéntesnek eljönni és kipróbálni magát az embernek egy ilyen helyen. Szuper! Biztosan állíthatom, hogy egy életre szóló esemény volt, soha az életemben nem csináltam még ilyet, és ez így elsőre egy óriási élmény volt, és életem végig erre fogok emlékezni. Az atmoszféra, amit a szurkolók adtak, az egy életre szóló élmény volt. Felejthetetlen volt, úgyhogy köszönöm szépen. Nekem nagyon tetszett. Sok új embert ismertem meg. Jól éreztük magunkat az egész EB alatt. Az maradandó élmény volt. Leírhatatlan élmény. Szuper esemény volt. Mindenképpen életre szóló élmények voltak. Ez egy hatalmas buli.